Márciusban a járványügyi intézkedések között az egyik első volt, hogy azonnali hatállyal kiürítették az ország felsőoktatási intézményeinek kollégiumait, és néhány külföldi diák kivételével szinte mindenki hazaköltözött. Szeptembertől már visszatérhetnek a hallgatók a szálláshelyekre, a Nyíregyházi Egyetem kollégiuma pedig teljes kapacitással indulhat neki az új tanévnek. Örömmel mondhatjuk el, hogy azon egyetemek közé tartozunk, akik minden egyetemi hallgatót fel tudtak venni a kollégiumba. Továbbá az egyetemre pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók részére is biztosítunk kollégiumi elhelyezést. Így pótkollégiumi jelentkezési lehetőséget nyitunk meg a Neptun rendszeren keresztül szeptember 1-e és 4-e közötti időpontban. Ez nem csak az elsőévesek részére, hanem azon felsőbbéves hallgatók részére is, akik lemaradtak a korábban meghirdetett határidőről. A Nyíregyházi Egyetemre felvételt nyert külföldről érkező hallgatók részére is biztosítunk kollégiumi szállást, valamint szükség esetén karantén elhelyezést. A Nyíregyházi Egyetem kollégiumába idén 60 elsőéves és 241 felsős hallgató költözhet be. Változás a korábbiakhoz képest, hogy a 2+2 ágyas szobákban most jellemzően 1+1 főbeosztással helyezik el a lakókat. A fertőzés veszély miatt az intézményeknek az új tanévben speciális szabályokat kellett alkotni, a csoportvezető hangsúlyozza továbbá, a hallgatók egyéni felelősségvállalására is nagy szükség van. A vírusvédelmi elvárásoknak megfelelően a kollégium gondoskodik a folyamatos fertőtlenítésről, főként a közösségi helyiségek tekintetében. Továbbra is fölhívjuk a kollégiumban lakók figyelmét, hogy saját lakószobában látogatott vendéget nem fogadhatnak. A kollégiumban történő belépéskor szobakártya felmutatása minden esetben kötelező lesz, illetve fölhívjuk a figyelmüket a közösségi tereken, lehetőleg legszükségesebb mértékben használják, illetve a felelős magatartásukkal segítsék a védekezés hatékonyságát. A zsúfoltság elkerülése érdekében a beköltözést is több ütemben szervezi meg az intézmény. Az első évesek szombaton már birtokba vehették szobájukat, a felsőbb évesek szeptember 4-én és 5-én foglalhatják el helyeiket. Ezeken a napokon a hallgatók és hozzátartozóik számára kötelező a maszkviselés, és a bejáratnál az épületbe belépők test hőmérsékletét is kivétel nélkül megmérik.